Boldog, mosolygós arcokkal telt meg a dalmandi focipálya az idei gyereknapi rendezvényen. Lufi hajtogatással, légvárral, vidám játékokkal és interaktív műsorral várták a gyerekeket. A település vezetés azonban úgy gondolta, újdonságot is szeretnének csempészni a minden évben ismétlődő programok közé. Így ez alkalommal a buborékok világába kalauzolták el az óvodásokat és az iskolásokat. Most azt gondoltuk, hogy ilyen melegbe és az idő nekünk kedvezett, valami újat mutassunk nekik, tehát ezért buborék koncertet kaptak a gyerekek szórakozásul, és most kezdődik majd az, hogy mindenki megtanulhat óriás buborékot fújni, amit már nagyon várnak, és nagyon élvezik, és örülnek neki, mert ilyenben még nem volt részük. A házigazdák a vendéglátásról is gondoskodtak. Tehát nutellás, legpáros, kakaós és turos palacsintát kapnak a gyerekek, hagymás zsíros kenyeret, jeges limonádét, játékot is vásárolhatnak nekik a szülők, de természetesen a többit mind ingyen az önkormányzattól kapják. Tehát úgy gondolom, hogy közösségben vannak, együtt a kis csapatokkal, óvodások, iskolások, és nagyon jól érzik magukat. Dalmandon több mint 100 óvodás és iskolás gyermek lakik. Az önkormányzat ezért kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő generáció helyben tartására és a falu vonzereinek növelésére. Dalmand településnek a gyermek szó azt jelenti, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyre több fiatal család költözik Dalmandra. Egyre több az iskolás és óvodás gyermekünk, egyre több baba születik, egyre több esküvőt kell tartani, és reméljük, hogy ez így is marad, mert számunkra ez azt jelenti az a mi boldogságunk is, és az, hogy látjuk, hogy ők örülnek, ezáltal mi is. Szeretnénk, hogyha az óvodánk, iskolánk létszáma nőne, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne menjenek máshová iskolában, ne menjenek máshová óvodába, hanem itt maradjanak Dalmandon, a mi községünkbe. Nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy igen, itt vannak az óvodások, itt vannak az iskolások, sőt, itt vannak az egész pici gyerekek is, és még más községből is jöttek gyerekek, és más községből is idehozták a szülők a gyermekeiket, hogy egy kicsit jól érezzék magukat, mert ez egy különleges koncert volt, ez egy különleges dolog volt, ami nem a légvárral egyenlő, hanem más újdonságot adott mindenkinek az életébe. A településvezetés minden korosztályt igyekszik megszólítani, ezért a nyár folyamán színes programsorozattal várják a falu lakóit. Szerveznek többek között retrodiszkót, közös kirándulást, az augusztusi falunapra pedig meglepetésekkel és újdonságokkal készülnek.